Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG tesztek. A mai liquid tesztben a El Diablo Calavera Katrina nevezetű liquidjét teszteljük. A flakonon is látjátok, hogy ez egy 50-50-es PG-VG, az pont nem látszik a flakonon, de körülbelül 30 millis a flaska. Műanyag, plasztik, nehezen nyomkorázható. Nagyon nehezen. A 10 milli flakon az 4,5 font, a 30 milli 12,5 font. Nem súlyra, árban. Árban természetesen. Azt mondják, hogy piskóta, eper és puding íz érezhető rajta. Ezt a liquidet is a vapeclub.co.uk küldte el. Borisnak, Mátyásnak és nekem, hogy nyalincsuk meg. Te már megcsepegtetted a kazánot? Jó, én is, Matyi is, úgyhogy harcra fel, dripre fel. 3, 2, 1, go! Kóstoltunk egy ilyesmit. Pont a közelmúltban. Ízlik. Mi volt az? Milkman? Milkman hasonló volt, csak nem volt ennyire epres. Meg krémes. Pacalos, kacsa, zsíros. Mániája ez a vidéki vonal. Mondjuk különben az, hogy... Hát nézem. Én azt mondom, nincs rajta egy 50-50. Nem, de 50-50-es. Akkor szerintem a milkment lehet, hogyha kevernék 50-50-be, és nem 99-1 lenne a VG-PG arány, akkor hasonló lenne. Nekem az üveg a baromra tetszik. Hát az üveg semennyire nem tetszik, a címkéje maximum, már nekem. De ez a... Ez már tényleg katasztrófa. Majdnem üveg, tehát ez az annyira pattogós, hogy betojsz, mire összenyomod. És sőt, ugye, az utolsó néhány millit ki sem nagyon lehet erőlködni belőle. Ez pont ez a vékony, ám de cseppen, nem cseppen is biztos kupak. Úgyhogy, mi van? Hadd szagoljon meg a tiéd. Nekem nem jönnek be ezek a diacetilszagú szarok. Igen, igen, ez az. De nem. Nagyon sütemény, nagyon teljes, nagyon krémes. Annyira nem rossz, mint elsőre volt. Nem. Én meg azt mondom pont, hogy elsőre egész jó, de egyre többet szívok vele. Hát nem egy állandó. Ez az igen, ami tényleg ezt nem rakod bele az izébe, a Big Tankba. Nem, én ezt semmibe nem rakom bele szívesen. Jó, én azt mondom, hogy az a gyümölcsös, epres, pudingos íz az megvolt, az fain, de ezeket a desszert ízek nekem nem a zsánereim, és ezért kap nálam ez a cumó csak 40 pontot a 100-ból, a gőze pedig... Az, hogy 50-50. Igen, ez az 50-50-je, ez kap nálam 78-at. Véleményed? Nekem gőzre simán 100-ból 80 mondjuk. Ízre én szeretem az ilyen diacetil ízű epres dolgokat, vagyis ilyen epres sütis krémes dolgokat, úgyhogy nekem 100-ból adok egy ilyen 80-at rá. És mi az összbenyomásod róla? Én ezt szívnám. Hát egész nap nem szívnám, de egy nagyon finom desszertes. Jobban kijön ennél az eper, mint a milkmennél kijött az eper. Sokkal jobban kijön a gyümölcs. Ott nagyon... De ez tényleg az a vaníliás, epres... Ez igen, vaníliás, epres, krémes. És te? Hát én azt mondom, hogy
azért kóstoltunk régebben olyan ízt, amiben ez az eper és vanília sokkal jobban meg volt oldva, és sokkal jobban, sokkal finomabban jött ki ez a kettő, meg ez a kettősség. Úgyhogy én erre 40-et adnék ízre. Én azt mondom, hogy nem, hogy állandóra, de gyakorlatilag ahogy a videónak végezt, így soha többet nem kultiválnám ezt a dolgot. Nem az, hogy olyan borzasztó rossz, hát most nyilván, hogyha Cserve nekem adná ezt a flakont, elszívnám, csak nem egy-két nap alatt, hanem mit tudom én, egy fél év alatt. Jó, nekem de ne adja nekem, nekem nem kell, csak azt mondom, hogyha nem... Csak azért is neked fogom adni, hogy utána szenvedj, 1-től 8-ig. Nem fogok szenvedni. Amikor kripáztam, volt a Pipa Klubba egy srác, aki mindig azt mondta, és mondom, mi ez a szenvedj. Rá is ragadt, hogy mindig, amikor megkóstoltattuk egy dohánnyal, akkor mondta, hogy jó, de pénzt nem adnék érte. De azért minden dohányt, amit így lerakál, azt rögtön egyszerűen. És gőzre se adnék neki 50-nél többet, mert szívtunk ma már olyan egyensúly lekvidet, aminek azért jóval több gőze volt, most hirtelen nem emlékszem melyik. Ez hamar oszlik. Annak ellenére, hogy olyan zsírosnak érzed. Igen, pont a krémessége miatt többet vársz tőle szerintem fejben. Igen. Megint cserélhetjük a vattát. Mindent, a fejemet is lecserélem. A kazát is dobhatjuk ki a francba. Picsába az egészet. Ki kell forgácsolni, ki kell esztergálni belőle. Itt, amikor újra dugózzák a motort, itt, hogy 10 év után. Ja, vagy bedobjuk a mosogatógépen főzőprogramra. Igen. De hogy melyik volt az a likvid, ami Matyinak jobban tetszett ennél, azt megnézhetitek. A Matyi hasára kattintva, a csatornára pedig Borisz testén tudtok feliratkozni, ahol első kézből értesülhettek, hogyha új leves, vagy készülék, vagy Matyi teszt van, esetleg, hogyha bedobjuk a közösbe Mátyásunkat. És ennyi. Ez a likvid ennyi ért, nem többet. De engem nem fogtok kisorsolni utána. Hát azt majd eldöntjük Borisszal. Hát utána kinek fog kelleni? Nem mondjuk nem az, hogy utána, hanem egyáltalán kinek kell lennie. Hát ezek szerint nektek. Ne. Megtartunk. Kell egy riksa. Jó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok. Szevasztok. Halló.